Rendőrök lövéseitől volt hangos a szászvári lőtér szerdán. A Dombok között a Tolna megyei rendőrfőkapitányság már harmadik alkalommal szervezett lövészversenyt a megye egyenruhásai számára. A megmérettetés célja a fegyverbaráti kapcsolatok megőrzése mellett, hogy a rendőrök olyan helyzeteket is megtapasztaljanak, amelyekkel a mindennapok során nem, vagy csak nagyon ritkán találkoznak. Harmadik éve szervezzük meg, 2018-as kezdeményezés az a verseny. Minden évben meghívjuk a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, illetve irányítás alatt tartozó kapitányságok személyi állományát, szabadon nevezhető, illetve az idei évben kibővült ez a Nemzeti Adó és Vámhivatal, illetve a büntetés végrehajtás csapatával. A megmérettetésen összesen 52 lövész vette célba a lőlapokat, 6 egyéni és 1 csapatpályán. A versenyszámokat a szervezők minden évben igyekeznek minél életszerűbbre alakítani, hogy abból a lövészek a lehető legtöbb tapasztalatot szerezzék. Az idei évben a maroklő fegyverek mellett távcsöves és sörétes puskával is tüzelhettek az egyenruhások. A lövészeten versenybíróként részt vett a már háromszoros magyar bajnok Ördög Attila rendőrfőhadnagy, aki elmondta, igyekeznek a hazánkban még kevésbé elterjedt gyorsasági fémcéllövészetet minél több emberrel megismertetni. 8 nemzetközileg kötött pályája van, ez egy amerikai szabályrendszer szerinti lövészsport, és ezt a 8 pályát lőjük az adott versenyeken, és értelemszerűen a 8 pálya leggyorsabb lőideje fogja nyerni a versenyt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság a következő évben is megszervezi a már lassan hagyománnyá váló versenyt.